Köszöntöm kedves nézőinket! Hello Klári címmel nyílt kiállítás tehetséges nőve és diákok alkotásaiból a Megkőd Galériában. A mai közös térben belepillantunk a kiállítás berendezésének folyamatába. Tartsanak velem! Hogyan találkozhat egymással Leonardo da Vinci és Vincent van Gogh, Rembrandt és Matisse, Mákonyi Ádám és Monet, Delacroix és Klimt? Híres művészek munkáira és gondolataira reflektálnak a Lővei Klára Gimnázium rajz és média tagozatos diákjainak alkotásai, amelyek a Mester Galéria és közösségi térben tekinthetőek meg. Minden hónapban egy művészeti iskola ügyes diákjai állítják ki az alkotásaikat. Igazából egész évre fel vagyunk így vértezve kiállítással, és nagyon izgalmas, mert hogy ez a Mester Galéria és közösségi tér gyakorlatilag minden hónapban kap egy új díszletet, azáltal, hogy minden hónapban új kiállítók vannak. Most ugye a Lővei Klára Gimnázium kiállítása van, ők hozták el a festményeiket, igazából parafrázisokat készítettek híres alkotóknak a munkáira, hogy ők hogyan gondolkoznak róla egy-egy alkotásra, hogyan illeszkedik az az alkotás az ő hétköznapjaikban. És ettől lettek igazán izgalmasok ezek a munkák, amiket ma látunk. A kiállítás berendezésében is szerepet kaptak ugye a Lővei is diákok. Hát milyen módon történt ez? Történik ez? Még egy picit látható a háttérben, hogy az utolsó simításokat most végzik el. Igen, ez nagyon izgalmas volt ez a mai nap. Maguk a Lővei is diákok, gyakorlatilag a kiállítók építették a kiállításukat. Ugye ez mindig izgalmas, hogy minden a helyére kerüljön, és minden úgy legyen elhelyezve ebben a térben, ahogyan ők szeretnék. Nyilván a kollégák is ebben segítenek. Mi ennek a kiállításnak a célja? Az egész galéria koncepciójába illeszkedik az, vagy a fő cél, hogy minden tehetséges fiatal kapjon helyet. Nagyon kevés olyan hely van ma Budapesten, ahol nem profik állíthatnak ki, hanem középiskolás, úgymond amatőr fiatalok mutathatják meg a tehetségüket. És ez nagyon fontos szerintem, hogy a Mester Galéria és közösségi tér pont egy ilyen tér, ahol minden hónapban azt láthatjuk, hogy bizony a mai fiatalok nagyon nyitottak a világra, nagyon érdeklődőek, és amit én kifejezetten szeretek, hogy gondolkoznak. Tehát amit ezeken a képeken is látni, a Lővei is kiállítóknak a munkáin, az, hogy hihetetlen erős tartalommal vannak megtöltve ezek a képek, tehát nem csak gyönyörködtetnek, és ez lehet, hogy így furán hangzik, hanem hogy bizony nagyon gondolatébresztőek. És szerintem ez nagyon fontos, hogy azt mutassuk meg, hogy a mai fiatalokban milyen sok érték van, mennyi tehetséges fiatal van, és a mi feladatunk pedig szerintem csak az, hogy őket egy kicsit így magasabbra emeljük, hogy még messzebbre repülhessenek, hogy ilyen nagyon képletesen mondjam. Hello Klári kiállításon parafrázisok, self-portrék, realitás és fikció találkozik egymással. Ezen műfajok jellemzőiről és hatásairól Somogyi Rohonci Zsófia művészettörténészt kérdeztük. Maguk a feladatok, amiket a tanárok adtak a diákoknak, nagyon nagy lehetőséget adtak az önálló alkotásra, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz műfajokat adtak a gyerekeknek. Maga az, hogy egy parafrázist létrehozzunk, a burlesque és a gics, egy tényleg jó és tartalmas mű ezek alapján létrehozni, ez egy igazán kemény feladat, mert hogy nem elegendő az, hogy kitalálnak egy ötletet és megvalósítják. Nem elég az, hogy egy parafrázishoz, hogy magát az alkotót megismerjék és egy olyan klimtes vagy fánbogos alkotást létrehozzanak, hanem nagyon mélyen kell megismerni a lehető legtöbb rétegét annak az adott munkának, és megtalálni azt az üzenetet, azt a kompozíciót, azt a technikát és azt a látványt, amivel ők azonosulni tudnak. Ennél még nehezebb talán a burlesque, ami
humor, tehát hogy egy helyzet komikumra épülő alkotásról van szó. Tehát nagyon éles és jó szemmel kell rendelkezni ahhoz, hogy egy igazán jó kritikát tudjon létrehozni az ember úgy, hogy maguk a burlesque jegyek, tehát ez a komikum, az benne legyen, ami a stílusnak, a műfajnak a sajátossága. A gics pedig az, aki foglalkozik a giccsel, de szerintem a mindennapjainknak már olyan része, olyan alapvető része, hogy mindenki ismeri, az tudja, hogy gics és gics között is különbség van. Manapság pedig már a magas művészetben a múzeumok falai közé is bekerültek a gics jegyeket alkalmazó műalkotások. Van kedvenced az itt megjelenő alkotások között, vagy kedvenceid? Ki tudsz emelni néhányat? Mindegyik maga nemében nagyon-nagyon profi, és látszik, hogy az alkotó hihetetlenül sok energiát és figyelmet és alkotóerőt beletett, úgyhogy én nem emelnék ki egyet sem. Mindenkinek megvan szerintem egy kiállításon az a mű, amit igazán szeret, és amihez visszatér a sétája során. Én gondolom, hogy mindenkinek érdemes ide eljönni, és kiválasztani azt, hogy ő hozzá melyik alkotás áll a legközelebb. Kacsák Tamás, a Lővei Klára Gimnázium vizuális kultúra tanára is rengeteget dolgozott azon a diákokkal, hogy ez a kiállítás létrejöhessen. Mi az iskolával lassan egy éve készülünk erre a kiállításra, és az órai munkák és a projekt feladatokból válogattunk a mostani kiállításra, és próbálunk egy metszetet adni, hogy 9-től 12-ig milyen feladatok, milyen koncepció mentén dolgoznak a gyerekek. És milyen feladatok, milyen koncepció mentén dolgoztak a gyerekek ezekben az évfolyamokban? Amit itt a kiállításon is lehet látni, és amik projektfeladatok voltak, különböző korokból különböző nagy művészeket válogattunk össze a kolléganőmmel, és ezeket kiadtuk a gyerekeknek. Ezekből kellett egy harmadik munkát, egy parafrázist készíteni, úgy, hogy a két művésznek a munkái, vagy esetleg a stílusa benne legyen a harmadik megszülető munkában. Ez volt az egyik ilyen projektfeladat. Önarcképeket és self-portrékat is láthatunk a kiállításon. Saját magukat helyezték el egy rájuk jellemző környezetbe, egy általuk nagyon kedves tárgyal esetleg, és így jött létre az önarckép, valamint feszegettük a gics témakört is, és ehhez is készült egy-két olyan munka, ami erre reflektál. Milyen anyagokat használtak fel a gyerekek az alkotások elkészítésekor? Ugye lehet látni, hogy különböző típusú alkotások jelennek meg ezen a kiállításon. Vegyes technikával dolgoztak, tehát ki milyen technikát tart kedvencének, szabadon választható volt ez. Így a temperától az akrilig, egészen az akvarellig megtalálható széles körben nagyon sok munka. Elsősorban festmények ezek, de találunk kis vázlatfüzetet is, amiben az éppen aktuális gondolatok kerülnek bele és kerültek. Mennyire inspirálta a gyerekeket az, hogy az alkotásuk része lehet egy kiállításnak itt a Megkőtt Galériában? Én úgy gondolom, hogy nem elsősorban a kiállításra készültek ezek, hanem saját maguknak volt ez egy feladat, hogy hogyan tudnak helytállni az adott projektben, és amikor elkészült az alkotás, akkor szembesítettük vele igazából a gyerekeket, hogy akkor az a munka kikerül a kiállító térben. Ha a falakon látható képeket nézzük, akkor mi az, ami a leginkább érvényesül szerinted bennük, az ötlet, vagy az igazán kifinomult technikai megoldások, különleges technikák használata, vagy különleges anyag használat? Hogy látod ezt a kérdést? Én úgy gondolom, hogy mindenki meg fogja találni a kiállító térben a kedvenc munkáját, és amik látványosak, én úgy gondolom, hogy a színek, azért nagyrészt festményekről van szó, és mindegyiknek a szín az, ami a kifejező ereje, és amellett, hogy nagyon színesek, hogyha közelebb megyünk, akkor észreveszünk azokat a tartalmakat, amik ők saját maguk. A
tanár úr tegnap szólt, hogy szeretné egy képemet kiállítani. Mivel én felvételére készülök, ezért utólag tudtam becsatlakozni, és hoztam magammal a képek. Ami ugye a háttérben látható. Milyen technikával készült ez a kép? Hát vízfestékkel és fémtartalmú festékkel, meg füstfóliát is használtam. A színvilágán is látszik, hogy speciális. Miért pont ezeket a színeket választottad? Hát a legtöbb képemen ugye a fekete háttér az mindig megjelenik, és ez egy ilyen technikai próbálgatás volt, mert igazából ezekkel a fémtartalmú festékkel, a füstfóliával nem igazán dolgoztam nagyon ezelőtt a kép előtt. Úgyhogy gondoltam, kipróbálom élesben is, és mindenki döntse el, hogy hogy sikerült. Van ennek a képnek valami általános üzenete? Valami, amit meg szerettél volna fogalmazni? Hát igazából átvitt jelentése van. A képen lévő szám az az én motivumom sok képemen megjelenik, és ez általában az én nézőpontomat próbálja szimbolizálni, ami a egymástól térben elcsúszó sík felületek közt tekereg, és ez egyfajta ilyen több nézőpontú megvilágítást akar kifejezni, hogy jobban belátunk dolgokba. Ti milyen módon tekintetek egymás alkotásaira? Tehát mindenki a sajátjával foglalkozik, vagy azért nézitek a másikat is, bíráljátok egymást, vagy kritizáljátok egymást? Van ilyen? Kritika maximum poén jellegű lehet, mert mi tudjuk mindannyian, hogy mi nem vagyunk egyikünk sem egy profi, befutott festő. Egyfajta inspirációt nyújtunk egymásnak, hatunk egymásra valamilyen szinten. Többször lehetett látni, hogy vannak egymástól átvett ötletek, és szerintem ennek a kiállításnak is ez a lényege. Milyen hatása van egy ilyen kiállításnak, egy ilyen kiállításon való megjelenésnek a fiatalok életében? Van hatása? Semmiféleképpen sem gondolnám, hogy ez nyom nélkül múlik el az ember életében. Ahogy az, aki írni szeret például, annak egy nagyon nagy élmény és motivációs erő és visszaigazolás arra, hogy jól csinál, hogyha felolvassák a művét. Ha valaki nagyon szereti a kézi munkát és megdicséri valaki az alkotását, de akár az, hogyha a főztünket megdicséri az, akinek főztük és szeretettel adtuk, ugyanúgy egy ilyen kiállítás is nagyon sokat jelent. A hibáinkra is rámutat, és az erősségeinket is meg tudja erősíteni, és megmutatja azt, hogy merre kell tovább mennünk. Úgyhogy mindenképpen egy fontos dolognak tartom, és nem csak mondjuk művészeti iskolásoknak és művészeti tagozatosoknál tartom fontosnak az, hogy aki alkot, az kiállítsa a munkáját, hanem bármely fiatalnak és gyereknek nagyon fontos a megerősítés és a pozitív visszacsatolás, amire egy ilyen kiállítás abszolút jó lehetőség.